70 embert mentettek ki katonai helikopterrel a Perlasz-Óécska közötti útszakaszon. A kimentett embereket a nagybecskereki kórházba szállították. Predrag Márics, a szerbiai belügyminisztérium rendkívüli helyzetekkel foglalkozó osztályának vezetője kiemelte, az elsődleges feladatuk az emberi életek megmentése, második az útszakaszok letisztítása, harmadik pedig az utak tisztán tartása. A 133 km/h erejű szél a mentőegységet is próbára teszi. A katonaság segít a hótorlaszok eltisztításában. Szerémségen kívül egész Vajdaságban rendkívül nehéz a közúti közlekedés. Továbbra is Óécskánál a legkritikusabb a helyzet. Az orkán erejű szél és a hófúvások miatt az Újvidék-Szabadka közötti autópályán időnként megakad a forgalom, ilyenkor több kilométeres sor várakozik arra, hogy a Vojput eltisztítsa az utat. A legtöbb esetben a teherautók, nyerges vontatók akadtak el, ezek okozták a fennakadást. Sok helyen a jeges út is gondot jelent. Nem közlekednek az autóbuszok Szabadka és a környező települések között. Vonat is csak a Szabadka-Újvidék-Belgrád reláción közlekedik. A gépjárművezetőknek fokozott figyelmet ajánlanak vezetés közben az illetékesek, a hóláncok és téli felszerelés használata pedig kötelező. Ez a rendkívüli helyzet a meteorológusok szerint várhatóan hétfőig tart.